Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Nyitott szív. Egy szerelmi jóslás. Ez a felvétel egy személyes jóslás Nivia számára. Kedves Nivia, ez a te felvételed, köszöntelek téged, és kezdeném a jóslást. Te ugyan nem kérted az asztrológiát, de elküldted a születési időpontot, és én beletekintettem mindkettőtök horoszkópjába. Annyit tudok mondani, hogy kettőtök között van egy karmikus kapcsolat, egy lelki vonzalom, amit még fontos, hogy említsek, a holt csomód, az a nyilas jegyében áll a lefele holt csomó, ami a múltatra utal, és a felfele mozgó holt csomó, az az életút, amit a te lelked kiválasztott, az pedig az ikrek jegyében van. Mindkét holtcsomó, a lefele mozgó holtcsomó és a felfele mozgó holtcsomó, ez mozog, és jelen pillanatban, októberéig a lefele mozgó holtcsomó kétú, ami a múltat szimbolizálja, mindazt, amit átéltünk a korábbi életünkben, az jelenleg a nyilas jegyében van októberéig. És nálad pontosan fordítva, mert a te horoszkópodban a felfele mozgó holtcsomó, ami a múltat mutatja, egy utat, amire szükséged van, szintén a nyilas jegyében van. És szemben ugyanígy. Az ikrek jegyében van nálad a lefele mozgó holtcsomó, ami a múltadat jelenti, és ott mozog októberéig a felfele mozgó holtcsomó, Ráhu, ami utal arra, hogy neked itt most ilyen kármikus feladatod van, egy új irány, valamit meg kell, hogy változtass. Nála is vannak kármikus témák, ez a mi kettőtöket összeköt. Ha gondolod, készítek hozzá egy asztrológiai elemzést, és összehasonlítjuk mindkettőtök horoszkópját, te ezt neked kell eldöntened, hogy szeretnéd-e vagy sem. De én ezt fontosnak tartottam, hogy közöljem ezt veled, hogy kettőtök között van ez a kármikus kapcsolat. És most rátérek a jóslásra. Ami nálad jelen pillanatban van, azt mutatja itt ez a növény. Ezek a virágos kártyák, az én kártyáim, nagyon büszke vagyok rá, és nagy örömmel dolgozom ezekkel a kártyákkal. Ez a növény azt jelenti számodra jelen pillanatban, hogy változások lesznek az életedben. A körülményeid megváltoznak, vagy másképp látod a dolgokat. Mi van nála a jelen pillanatban, mi foglalkoztatja őt, azt mutatja ez a virág, és azt jelenti, hogy ő most nagyon bizonytalan. Nem tudja, hogy milyen döntéseket hozzon. Ő úgy érzi, hogy elveszti jelenleg a biztonság érzetét, vagy valaki hat rá, és ha bizonytalannak tűnnek az események a számára. Ez jelenti az anyagiakat, hogy ő bizonytalan, ami a munkáját illeti, vagy az anyagiakat, de ez jelenti az érzéseket is. Ő nagyon bizonytalan veled kapcsolatban. Nem tudja, hogy szeretné-e újra vele találkozni, vagy sem. Nos, hogyan tovább? Először megnézzük a te kártyádat. Ez a virág mutat egy királyságot. Te vagy itt a királynő. Te vagy itt a központban. Ő csodál téged. Legyél erre büszke. És mi az ő terve, mit fog tenni? Ezt mutatja
ez a kártya, és ez egy új születés, újdonságokat jelez, ami kivirágzik. Kell, hogy türelmes legyél, mert ő nem sieti el a dolgokat. Mint ahogy a növénynek is időre van szüksége, amíg kivirágzik, amíg gyümölcsöt hoz, pontosan így tervez mindent. Jelen pillanatban még nagyon bizonytalan. Mi az, ami kettőtöket összeköt, ezt mutatja itt középen ez a kártya, ez a szerelem. De nem csak a szerelem, hanem a testi kapcsolat is. Most bepillantunk a te érzelmi világodba. Ez a virág azt jelenti, hogy te visszahúzódó vagy, mert félsz, hogy valamit átélsz újra az életben, ami téged megsért, megbánt, vagy szomorúvá tesz, és ezért védeni szeretnéd magadat. És most megnézzük, hogy hogyan tovább, mi fog kialakulni kettőtök között. Mit tudsz tőle elvárni, ezt mutatja ez a kártya, és itt az áll, hogy van köztetek egy ilyen mágikus vonzalom, és ő visszatér hozzád. Most megnézzük az ő érzelmeit, ezt mutatja ez a kártya, és ez annyit jelent, hogy ő boldog veled, és visszatér hozzád. Ő látni akar téged. És hogyan szeretné átélni ezt a párkapcsolatot, ezt mutatja itt a tulipán, és jelzi az értékeket, és a mély érzéseket, a szerelmet. Én most felteszem a kérdést. Szeret ő téged? Igen, nem, vagy egy kicsit. Ha az inga jobbra fordul ki, az azt jelenti, igen, ő szeret téged. Ha az inga balra fordul ki, az azt jelenti, ő nem szeret téged. Ha az inga megáll, az azt jelenti, hogy megállnak az események, mert ő nagyon bizonytalan. Először megáll minden, mondtam is, hogy légy türelmes, várnod kell, amíg ő közli veled, hogy szeret téged. Mert a válasz az egy igen. Nekem az az érzésem, hogy ez ősszel fog bekövetkezni, amikor ő ezt konkrétan közli veled. Kedves Nivia, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm szépen, hogy hozzám fordultál, kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!